A 175 évvel ezelőtti forradalom hősei előtt tisztelettek Bonyhádon is, ahol a város művelődési házában a szlovák testvértelepülés polgármestere hangsúlyozta, a nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. 1848. március 15-én felemelte szavát a nemzet, és a korhatrend kártyavárként összeomlott. A politikusok, hadvezérek, a hétköznapi bakák egy nemzetként léptek fel. A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta az a tény, hogy a nagy dolgokra képesek, amennyiben összefognak. Az önök hazája Magyarország, közvetlen pátriájuk pedig Bonyhád. Az itt élő emberek számára épp oly fontos volt az évszázadok során a függetlenség és a szabadság kiharcolása, ahogy valamennyi honfitársunknak a Kárpát-medencében. Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre és azokra az őseinkre, akik szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel, akkor is ott, abban a reménytelennek tűnő helyzetben. Van mit tanulnunk, és van mit átadnunk az utánunk jövőknek, a fiatalabbaknak. Tisztelt ünneplő közönség! Múlton nyugszik a jelen, és azon a jövendő, mondta Széchenyi. Egységesen és meghatározó erővel csak egy nemzet léphet fel. Nemzetté pedig a közös hazaszeretetével válunk. Ha mindannyian, akik itt ünnepelünk közösen, egyformán és egységesen szeretjük ezt az országot, országrészt, benne a saját falunkat, városunkat, az erdőket, mezőket, földeket, és még sorolhatnám, hegyeket megmozgató erővel bírna az összefogásunk. Közös a haza és a nemzet, amelyhez tartozunk. Ebben rejlik a mi erőnk, hazánk, nemzetünk ereje. És ebből fakad a hazaszeretetünk is. Ha a jelent a múltból fakadó tudással éljük, nem kell félnünk a jövőtől. Erre tanít minket Széchenyi István, és erre tanít minket az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. 2023. március 15-ét írunk. A világ népe háborog. A szomszédságban itthon és túl háború zajlik. Az emberiség nem tanult a hibájából. A gyarlók előtérbe kerülnek, és a történelem újra írja önmagát. Újra háborúról és békéről, a haza üdvéről és a fenyegető veszélyekről kell beszélni. Mióta az eszünket tudjuk, mióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, a magyarok mindig ugyanazt akarták, hogy a Kárpát-medencében legyen béke, legyen szabadság, legyen egyetértés. A nemzeti ünnep alkalmával adták át a Perczel díjat, amelyet több évtizedes lelkészi szolgálata és Bonyhád életében vállalt közéleti tevékenysége elismeréseként a város képviselőtestülete Aradi András evangélikus esperesnek adományozott, akit egy dolog hajt nap mint nap. Engem mindenképpen az a hivatás, amelyre az Úristen hívott el, és azt gondolom, hogy enélkül, a hivatás nélkül nehéz is lenne ezt a feladatot elvégezni. Másfél évtizede élek itt Bonyhádon, és Bonyhád legmagasabb díját kapom meg. Az biztos, hogy ebben a másfél évtizedben igyekeztem magam és családommal is beilleszkedni ebbe a közösségbe, és hát mindenképpen megható, hogy ez a közösség most elismeri azt, amit idáig sikerült elérni. Bonyhád Talentum díját az a 12 és 20 év közötti fiatal kaphatja, aki kiemelkedő eredményt ért el valamely területen. Az idei évben a 7 felterjesztett közül 3-an vehették át ezt az elismerő címet. A Völcségi Tehetséggondozó Egyesület elnöke Somogyi János elmondta, éremmel, díszoklevéllel és pénzjutalommal jár a díj. Tuba Őrs volt az első, akit színpadra szólítottak. A zene és tánc irányában már ovis korában elköteleződött, a népi hegedű mellett számos hangszeren zenél. Őt követte a tanulásban mindig kiválóan teljesítő Köchler Eliza, aki már 100-nál több oklevéllel, éremmel büszkélkedhet. Az ovis kora óta karatézó Nyitrai Noel volt a harmadik díjazott, aki az országos diákolimpián elért első helyére a legbüszkébb.
A március 15-i megemlékezésre Tavaszi szél címmel állított össze egy műsort a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium, és ami... A Völcség Néptánc Együttes és Kórus a táncok mellé katonadalokkal készült a városi megemlékezésre. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepséget a Kálvária dombon zárták Bonyhádon. Nagyon régi és szép hagyományai vannak a városnak ezen a napon, hiszen van is mit ünnepelnünk, van is mire emlékeznünk, és van is hol, hiszen városunk szülötte Pence Mór honvédtábornok, aki részese volt a szabadságharcnak, ezért mi egy picit talán mindig másképp tekintünk erre a nemzeti ünnepünkre, de általában én úgy gondolom, hogy a magyar emberek szívébe a nemzeti ünnepek között a márciusi forradalmak és szabadságharcoknak az ünnepe az van talán a legközelebb hozzánk, érzelmileg mindenképpen, bár 175 év telt el azóta. Ami számomra a mai napon igazán felemelő volt, hogy ilyen sokan együtt emlékeztünk, teltház volt már a templomban, és azt követően a művelődési központban is, és minden része, nem is tudnék kiemelni egyet sem a mai ünnepségnek, már reggel 8 órakor az evangélikus temetőbe, ez is a hagyomány része, Borbé József sírjánál, akkori a forradalomban élő evangélikus lelkész sírjánál kezdjük ezt a napot. Aradi András esperetusúrnak a szavaival, évről évre így van ez. Már attól kezdve egészen a befejező pillanatokig, amikor kijövünk és együtt helyezzük el az emlékezés szalagjait és koszorúit Pence Mór honvédtáborok sírjánál, az egész nap olyan felemelő volt, és olyan jó érzéssel töltött el, hogy nagyon sok fiatal közösen együtt tudtunk ünnepelni, és természetesen az is büszkévé tesz, hogy ma már egy olyan méltó környezetben tudtuk ezt megtenni itt a Kálvária dombon, ami nagyon sokáig nem volt így, hiszen felújításra kerülhetett Magyarország kormányának segítségével és támogatásával az Ermelvonics kápolna, és nem csak maga a kápolna, hanem annak környezete is megújulhatott, a Pence Mór honvédtábornoknak a sírja és a környező percen sírok is ennek a felújításnak a részesei voltak. Úgyhogy örömmel és büszkeséggel állok itt a kamera előtt, és bízom benne, hogy a jövőben is ilyen közössége lesz városunknak, hogy együtt tudunk így ünnepelni.